Utoljára 1996-ban Kovács Rita szerzett érmet nyíregyházi színekben a felnőtt úszóbajnokságon. Most Szurovcsel Kivet 50 méter mellen lett második, míg 100 mellen a negyedik. Egy olyan versenyre eljutni, ahol ott úszik bemelegítésnél mellettem a Gyurta Dani, vagy a Jakabos Zsuzsi, vagy a Cselaci, az egy olyan nagy löketet tud adni egy ilyen versenyen, és tényleg teljesen máshogy élünk meg egy ilyen nagyobb versenyt, mint egy ifi bajnokságot, ami ugyanúgy egy nagy számba vett verseny, de nem tudom megfogalmazni pontosan, de nagyon nagy élmény egy felnőtt bajnokságra elmenni. A versenyző most a vidékbajnokságra készül, melyet Kecskeméten tartanak. A szakág vezetése abban bízik, sikerül megismételni a jó eredményt. Szurovcsák Ivet egyéni csúcsával berobbant az élmezőnybe. Ivet nagyon jó kapcsolatot ápol. Tavaly ugye ifi válogatottként a válogatottba találkozott ezekkel a lányokkal, illetve több lányal. A felnőtt bajnokságon már nagyon jól ismerik egymást az úszók, tehát többször találkoztak már. Hát a nagyok dolgában olyan szinten sikerült beleszólni, hogy 50 méteren ugye holt verseny lett a két Magyarországon úgymond első két lánya mellúszásban. Mindenképpen. Hát ez azon most lemérhető, hogy olyan edzők gratuláltak, akikkel ugye eddig nem nagyon találkoztam, például Gyurta Dániel edzője is odalépett és gratulált az eredményhez. A Sportcentrum másik tehetsége Hatházi Dóra az olimpiai reménységek versenyén indul majd Budapesten. A fiatal úszó négy számban is vezeti a magyar ranglistát. A felkészülést most a Júlia fürdőben végzik a sóstói munkálatok miatt. Szerintem teljesen jó, hogy most a 25-ösben vagyunk, mert hát nem tudom, hogy ez most így ilyen változatosság, az is kell. Hatházi Dóra több számban is indul, az ORV-n pedig cseh, lengyel és szlovák riválisai lesznek. Az úszók a közelmúltban Dubajban edzőtáborozhattak, és jól sikerült a felkészülés. Mindenképpen azt gondolom, hogy a válogatottságnak az első lépése, hogy az utánpótlás válogatottnak a első megméretetése, és mindenképpen földobja a versenyzőt is, edzőt is, és hát egy komoly mérő fokozat vagy szám, hogy mire vagyunk képesek a többiekhez képest. Júniusig most több verseny is vár az úszókra, minden korosztályban a következő hetekben rendezik a bajnokságot.